sportolók, sportbarátok! Nagy nap ez a mai, egy ünnepi pillanat, amelyre mi pécsiek évek óta várunk ebben a városban. Hiszen egy olyan új intézménynek, létesítménynek tesszük ma le az alapkövét, amely bátran mondhatjuk, hogy több évtizedes hiányt pótol a labdarúgás fejlesztés, az utánpótlás nevelés tekintetében. Hogy a felvezetőben is elhangzott, az a létesítmény, amelynek ma itt az alapköve letételre kerül, az három ütemben 1,5 milliárd forintból fog megvalósulni, megépülni a következő időszakban. A ütemek azok úgy néznek ki, hogy idén júniusában kezdődik az igazi kivitelezés, és szakmai okokból döntve, hiszen ezt a bajnokságot azért végig kéne küzdenünk. A nyár alatt az első ütemben a pályák felújításra kerülnek, a második ütemben maga a épület, és a harmadik ütemben meg a belső utak, parkolók és a járdák fognak kivitelezésre kerülni. Tehát megfelelő lépcsőben azért, mert tudjuk, hogy nagyon kevés jó minőségű pálya van Pécsett, és a nagy álmunk között szerepel természetesen majd következő lépésként a Stadion utcai vagy aszpótló létesítmény fejlesztése. Mert egy látszik, ennyit még látszik.